Tisztelt államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönjük szépen szlovák barátainknak, hogy elfogadták a meghívást erre a mai alkalomra. Külön is köszönöm társelnök úrnak, hogy volt olyan kedves és lehetőséget biztosított egy személyes találkozásra mai ünnepi alkalomból kifolyólag is. Azt nyilvánvalóan mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy a világban meglehetősen gyors, alapvető és jelentős változások zajlanak. Mind a világgazdaságban, mind pedig a világpolitikában alapvetően alakultak át az erőviszonyok az elmúlt időszakban. Ezen erőviszony átalakulások közül, ami a legérzékenyebben érintett minket, az az volt, hogy Európa jelentősen veszített a versenyképességéből az elmúlt esztendőkben. Ennek érzékeltetésére elég egy számsort felvillantani. A világ lakosságának kb. 8%-a lakik Európában. A világ GDP-jének 25%-át állítja elő az öreg kontinens, közben pedig itt Európában osztjuk szét a világ szociális kiadásainak 50%-át. Tehát nyilvánvalóan szerkezeti változtatásokra, szerkezeti strukturális reformokra, mélyreható változásokra van szükség ahhoz, hogy Európa visszanyerje azt a versenyképességét, amellyel korábban rendelkezett. Azonban az is világos, hogy van egy térség Európának, amely gyorsabban reagált ezekre a kihívásokra, amely talán a történelmi múltjából fakadóan is gyorsabban tudta végrehajtani azokat a változásokat, amelyek nyomán egy a munkát és a munka alapján való előrejutás lehetőségét biztosító társadalmakat épített föl. Ezt ugye angolul mindig könnyebb megfogalmazni, a welfare society-ből a workfare society irányába történő elmozdulás ebben a térségben könnyebben ment. Ez a térség pedig Közép-Európa. Közép-Európa, amely az elkövetkezendő időszakban az európai növekedés motorja lesz. Ráadásul Közép-Európa előnye az is, hogy a német iparral rendkívül szoros együttműködést tudott felépíteni. Ennek a közép-európai együttműködésnek, amely az európai növekedés motorja lesz a jövőben, egy nagyon fontos láncszeme a magyar-szlovák kétoldalú együttműködés. Ennek az együttműködésnek egy újabb, nagyon fontos fejezete volt a múlt héten az, amikor a két miniszterelnök szimbolikusan is összekötötte a két ország gázvezeték rendszerét, amellyel egyébként megnyílt a lehetőség Magyarország előtt, hogy nem orosz forrásból származó földgázt vásároljon, és egy nagyon fontos lépést tettünk a Közép-Európában létrehozandó észak-déli energiafolyosó megteremtése érdekében. Most elhangzott már többször is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy Szlovákia Magyarország számára kiemelten fontos, negyedik legfontosabb kereskedelmi partner, akivel a külkereskedelmi forgalmunk 5,5%-át bonyolítjuk le, kb. 8,6-8,8 milliárd euró értékben, ha a tavalyi évet tekintjük. Ráadásul a kölcsönös munkahelyteremtő befektetések is jelentős mértékűek. Magyarországról a Szlovákiába irányuló tőkebefektetések elérték az 1,2 milliárd eurónyi nagyságrendet. Ráadásul ma már 8000 alapvetően kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó magyar cég működik Szlovákiában. Szlovákiából is most már lassan 150 millió eurónyi munkahelyteremtő tőke van jelen Magyarországon. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Magyarország gazdasága egy nyitott gazdaság. Ebből viszont az következik, hogy a magyar nemzetgazdaság teljesítményét alapvetően határozza meg a külkereskedelmi teljesítményünk. És ma a magyar külkereskedelemben a nemzetközi nagyvállalatok óriási szerepet játszanak. Ami egyfelől jó hír, hiszen ezek a nagy nemzetközi vállalatok Magyarországon munkahelyek 10 és 100 ezreit teremtik meg és tartják fenn. Ugyanakkor ez a mindenkori magyar külgazdasági politikai vezetés számára egy komoly kihívást és komoly feladatot jelent. Ez a komoly feladat pedig úgy foglalható össze, hogy jelentősen növelnünk kell a magyar kis- és közepes vállalkozások részarányát a külkereskedelemben. Itt is egy számpárost hadd idézzek, vagy hadd mondjak el önöknek. Ez a számpáros úgy néz ki, hogy a
a magyar foglalkoztatottaknak körülbelül 75%-át azt a kis és közepes vállalkozások alkalmazzák, de a magyar export teljesítményből ugyanez a szektor mindössze 20%-kal részesedik. Ebből fakadóan persze ez egy lehetőség is, hiszen a magyar gazdaságnak egy nagyon komoly növekedési forrása az a kis és közepes vállalkozások részarányának növelése a külkereskedelemben. Itt az államnak feladata van, ezért hoztuk létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-t, ezért nyitjuk a kereskedőházakat világszerte, és az a célunk, hogy 12 000 olyan magyar kis és közepes vállalkozás legyen belátható időn belül, amely képes a külpiacokon sikerrel megállni a helyét, magyarul 12 000 olyan kis és közepes cégünk legyen, amely képes export, képes szolgáltatásokat és termékeket előállítani. Ma körülbelül 2500-3000 ilyen vállalkozással rendelkezünk. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a kis és közepes cégek elsődleges célpiacai azok a környező országok. Hiszen ezeknek a vállalatoknak nincsen megfelelő forrása, rugalmassága, szakértő gárdája ahhoz, általában persze, hogy távoli piacokon arassanak sikereket. Vannak ilyenek is természetesen, de nem ez a jellemző úgy általában. Hanem általában a kis és közepes vállalatok, ha a külpiacokon kívánnak érvényesülni, akkor elsősorban a szomszédos országok piacaira kívánnak kilépni. Márpedig Magyarország a leghosszabban Szlovákiával határos, tehát a legkézenfekvőbb, hogy a magyar kis és közepes cégek, hogyha a külpiaci jelenlétüket kívánják bővíteni, akkor az egyik első számú célországuk éppen Szlovákia. Nem tudom, tudták-e egyébként, hogy Magyarország és Szlovákia között húzódik Európa egyik leghosszabb határvonala, amely hosszabb a spanyol-francia, vagy akár hosszabb a német-lengyel határnál is, 646 kilométer hosszú. Ugyanakkor ez alapján világosan megállapítható, hogy a magyar-szlovák gazdasági kereskedelmi együttműködés az kulcs szerepet játszik a magyar kis és közepes vállalkozások külpiaci sikere szempontjából. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a magyar és szlovák kis és közepes vállalkozások valóban jó együttműködést tudjanak kialakítani egymással. Annak érdekében, hogy a magyar cégek valóban tudják növelni szlovákiai piaci részesedéseiket, ahhoz a két ország közötti határt átjárhatóvá kell tenni. Ma ugyanis a helyzet az, hogy Európában az egyik leghosszabb határszakasszal rendelkezünk, amelyen azonban az egyik legritkább az átjárási lehetőség, több mint 20 km egyébként az átlagos távolság a határátkelő helyek között. És tudjuk azt, hogy a ritkán átjárható határ az gyakorlatilag lefelezi a kis és közepes cégek által elérhető piac nagyságát, és elvág egymáshoz szorosan kötődő gazdasági térségeket. Ugye ezen versenyhátrányunk leküzdése érdekében a két ország miniszterelnökének megállapodása alapján Magyarország és Szlovákia elindította a két ország történelmének legnagyobb közös fejlesztési programját, amelynek keretében az elmúlt egy évben 4 új határátkelési pontot adtunk át a magyar-szlovák határon, 2 kompjáratot és 2 utat, és folyamatban van 2 határátmenet autópálya kapcsolattá fejlesztése, valamint 1 Dunahíd, 1 Ronyvahíd és 1 újabb teherkomp kapcsolat előkészítése, illetve kivitelezése. A két miniszterelnök a múlt héten egy olyan megállapodást írt alá, amelynek nyomán 2020-ig Európai Uniós forrásokból 21 új határon átívelő összeköttetést hozunk létre a magyar-szlovák határon. 2020-ig 11 új utat, 7 Ipolyhidat, 1 Ronyvahidat építünk, valamint létrehozunk 2 újabb komp kapcsolatot. Tehát elmondhatjuk, hogy 2013-hoz képest 2020-ra megduplázzuk a magyar-szlovák határon átívelő határkapcsolatok számát, és mindezt Európai Uniós forrásból finanszírozunk. Tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy a magyar-szlovák gazdasági kereskedelmi együttműködés nagy mértékben meghatározza a magyar kis és közepes vállalkozások külpiaci sikerét. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk itt együtt a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarának, mind a szlovák, mind a magyar kamarai tisztségviselőknek, akik kulcs szerepet játszottak abban, hogy ez a vegyes kamara létrejöhetett. Mivel a kis és közepes cégek együttműködésére építünk, ezért a kamarák itt kulcs pozícióban vannak. Természetesen sok olyan terület van, sok olyan gazdasági ágazat van,
ilyen például az autóipar, amiről államtitkár úr is beszélt, ahol versenytársai vagyunk egymásnak, de ezeken a területeken is megtalálhatjuk az együttműködés formáját a harmadik országbeli beszállításoknál, vagy a harmadik országbeli piacokon való megjelenések esetében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az pedig mind a két kormánynak és a kamaráknak az elkötelezettségét világosan jelzi a magyar-szlovák gazdasági együttműködés fejlesztése iránt, hogy ilyen infrastruktúrális és fizikai fejlesztéseket hajtunk végre közösen, valós otthont, valós lehetőséget biztosítva a két ország vállalkozásai közötti együttműködés fejlesztéséhez. Engedjék meg, hogy a magyar kormány nevében egyrészt köszönetet mondja a Szlovákia kormányának a nyitottságért és az együttműködésért, és köszönetet mondjak a két ország vegyes kamarájának azért, hogy a két ország vállalkozásainak együttműködésért oly sokat tesz, és ennek a mai napon egy fizikai megvalósulását közösen ünnepelhetjük meg. Köszönöm szépen a figyelmet!